Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de addig... Varjú a száraz jegenyén. Én... itthon maradok. Hogyha a családdal voltunk, akkor ő egy apuka volt, vagy egy férj, nem pedig színész itthon. Egyébként furcsa volt nyilván, hogy megismerik az utcán, vagy hogy mindenki tudja, hogy ő kicsoda, aki mondjuk az osztálytársam, vagy tehát, hogy így ismerték, meg furcsa volt, hogy esténként jár dolgozni ugye a színházba, de egyszer például volt én, hogy ő megy játszani, és akkor én elkezdtem sírni, hogy apa játszott este, én meg már nekem már aludni kell, de egyébként semmi nem volt, ami, tehát én nem éreztem azt, hogy ő színész minden egyes pillanatban. Magánéletben nem volt semmiféle változás ahhoz képest, hogy a többieknek milyen volt az apukája. Ugyanúgy eljött értünk oviba, mert ugye én azért pici voltam, amikor így élt, és az óvodában így tudták, hogy színész, meg nem tudom, meg jártunk színházba, nem tudom, igazából csak ennyi. Egyébként talán annyi, hogy amikor ő itthon délután szöveget tanult, akkor bezárkózott, és akkor nem nagyon lehetett zavarni, felállá járkált, mondta a szöveget, és akkor az furcsa volt, hogy most ő miért beszél magába egyedül a szobába, de egyébként egyszer volt egy végszavazzat neki, és egy csúnya szó volt a mondat vége, és én meg így megálltam, és én nem mertem kimondani. És akkor mondtam, hogy mondjad már, és én mondtam, hogy nem merem. De egyébként, tehát egy nyilván, ez szerintem ugyanannyi, mint amit egy könyvelő hazavisz a munkájából, vagy tehát, hogy nem e körül forgott azért az élet. Gimnáziumi osztálytársak voltunk, és ugye Elte apácai gyakorló gimnázium, tehát nem feltétlenül, hát hogy fogalmazok nagyon óvatosan, tehát nem a szép emberek, hanem az értelmes emberek gyűjtőhelye volt, legalábbis akkor, de ez gondolom mai napig így maradt. És az ember bement ugye az irnyitóra, és úgy végignézett a csapaton, és rendesen a matematika tagozatot láttam először, hogy Jézus Mária, és akkor egyszer csak jött két ilyen baromi jó alkatú fiú, és mondtam, hogy Úristen, végre egy férfi, és kiderült, hogy osztály, de humán osztály, és ő volt a Selmeci Roland. És akkor két évig rettenetesen rivalizáltunk. Tehát úgy nézett ki a gimnáziumi osztály felállás, hogy a Roli egy ilyen kicsit, hát ilyen vezérhím volt a fiúk között, akkor még NB1-es kosaras volt a Honvédben, tehát minden nap edzésben van, itt mondtuk, és tehát hogy volt egy ilyen kicsit kiemelt szerepe a fiúk között. Én meg egy olyan kis főnéni voltam a lányok között, amiből következően mi rettenetesen utáltuk egymást két évig, vagy legalábbis, ha nem is utáltuk, de én elképesztő rivalizálás ment, de olyan szintig, hogy fali újságra pakoláztam valamit, és rajszöggel szurkálta a fenekemet, tehát poénkodás. És kérlek szépen az 1986-os foci VB döntő, amit Argentina játszott Németországra, azt néztük közösen. És akkor valahogy ott úgy történt valami, elkezdtünk beszélgetni, mentünk nem is tudom hány kört a 112-es busszal. Egyik osztálytársunktól jöttünk lefelé, és akkor úgy maradtunk 20 évre, vagy még picit többre is. Tehát ez az első, így ismerkedtünk meg. Két évig volt ez a rivalizációs barátság, utána meg egy baromi nagy szerelem. Tehát mi a gimnázium második osztályának nyarától elkezdve gyakorlatilag együtt voltunk. De emlékszem, azon a nyáron még volt ez az ominózus meccsnézős osztálybuli, és hát még nem volt mobiltelefon, nem volt internet, semmi nem volt, és ugye a Roli elment a szüleivel egy cseh túrára, és emlékszem rá, hogy az összes létező cseh kastélyból kaptam tőle egy képeslapot, és ilyen egyre melegebb szövegekkel, és akkor már drága jó édesapám úgy hoztam, hogy mindig kiadta be a postás ezeket a lapokat, és két napig nem jött, utána egyszerre jött három, és akkor mindig hozta apám, hogy ki ez a fiú. És mondtam, hogy osztálytársam.
az a kosaras fiú, ő emlékszik rá, és mondta, igen, igen. És akkor ezen a nyáron, tehát ez 86. Mikor mutattam be? Hát ennek a nyárnak a végén, én úgy emlékszem, nem is kellett bemutatni, hanem a Rori felpattant egy volán buszra, kérlek szépen, a Népstadionból indult Gödöllő irányába, és akkor egyszer csak megjelent délután nálunk, hogy Dévas Elmeci Roland, és ő engem jött meglátogatni, és akkor onnantól kezdve gyakorlatilag mondhatom azt, hogy haláláig része volt anyámék életének és olyan a család életének is. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy olyan szintű kötődés alakult ki az én szüleim iránt is, oda-vissza, tehát az én szüleim is rettenetesen szerették a Rolit, hogy apám mai napig nem tud végignézni úgy egy filmet, amiben még a Roli szinkronizál. Tehát rosszul lesz, szorong, elsírja magát, anyám is rászokott szólni, és kapcsolja. Tehát ahogy meghallják a Roli hangját, ők mai napig nem tudják ezt az egész helyzetet kezelni, sajnos. Az egész gimnázium arról szólt, hogy én lelkesen készültem filmrendezőnek, és lepleztem, hogy nehogy kiderüljön otthon, mert hátrakötik a sarkamat. A Roli pedig így az erdész és a régész között bolyongva. Viszont volt egy nagyon meghatározó pont mindkettőnk életében. Ez Drága Bazsó Júlia, az ő magyar, vagy a közös magyar tanárnőnk volt, aki nagyon-nagyon korán, 37 évesen elment egy agyvérzés miatt. Viszont ő csinálta a gimnáziumban a színjátszó szakkört, meg ő volt a felelős az összes, akkor még május 1, november 7, nem tudom, az összes ilyen szocialista, fantasztikus szereplős, szavalós, énekelős, stand-up-olós dologért, és ott a Rolival, mi az osztályból egy Tóth Edit nevű osztálytársunkkal együtt, és egy Erdősi Péter nevű fiúval együtt, mi voltunk az ilyen, hogy mondjam, főszereplő csapat, és akkor mindenkinek megvolt a kis szelete ennek a feladatnak, a Roli fantasztikusan szavolt, az Edit énekelt, a Péter gitározott, én meg prózát mondtam, és akkor ez úgy végigkísérte a pályafutásunkat, és a Júli mindig nagyon tolta őt ebbe az irányba, meg hát én is, azt le is nyilatkozta egyébként, én elmondtam neki gimnáziumban, hogy ő hangjából fog megélni. És egészen negyedik végéig fel sem merült, hogy főiskola. Tehát elképesztően jó parodizált bárkit, tehát tényleg könnyesen rögte magát az osztály, vagy bárki körülötte ott, mert fantasztikusan utánzott a régi színészeket, politikusokat, tehát elképesztően zseniálisan, és tényleg gyönyörűen szavalt, de ez utána kiderült sokak számára is. És akkor valahogy jött egy kat, de olyan, tehát ezt minden túlzásnak úgy kell elképzelni, hogy ültünk a Népfürdő utcai lakások konyhájában, az akkor ilyen több lapos, nem digitális felvételi jelentkezési lapokkal, és mondtam, hogy nem tudom, hogy nekem ez a rendezői azért 18 évesen, és ő beírta az ELTÉ-t, emlékszem rá, hogy akkor bölcsészkar és régészet, és kicseréltük a felvételi lapunkat. Tehát jött egy ilyen slung, hogy jó, akkor elmegy, megpróbálja a színművészetit, úgyis van az nulladik hely, vagy nem tudom, úgyis van második hely, majd akkor az ELTÉ-t ott. Én meg csak menjek a jogra, és akkor majd szépen lesz egy polgári diplomám, aztán majd meglátjuk, hogy mi fog történni. És így ment el Szirtes Tamás osztályába, ahová gyakorlatilag elsőre felvették, és 2 perc alatt az Angyalbőr című sorozat forgatásában találta magát. És akkor utána gyakorlatilag ilyen rohamszerűen, vagy ilyen elképesztő sodrással bevette a szakba, és így jött a szinkron is. Tehát emlékszem, hogy az első-második ilyen szinkron gyakorlat órán már úgy jött haza, hogy úristen, hát ez baromi jó. És hogy képzeljem el, Pannoniában voltak még, a klasszik Pannonia stúdióban és a régi nagyok között. Szerette, meg jól is állt neki. Én egyszer szinkronizáltam. Szerintem én is. Egy mondatot. Azt kellett mondanom, hogy nagyon szeretlek apa egyébként pont. Egy, nem is tudom, hogy mi a film, egy híres kémnő életéről szólt a film, ennyit tudok. Hát így
18-at szorra felvették, és akkor így, amikor mentünk ki a stúdióba, akkor csak ennyit hallottam, hogy na gyere, ennyit tudtam kihozni belőle, úgyhogy valószínűleg nem az én, nem tudom, szakmám, de egyébként mondták már nekem, hogy olyan szinkronos hangod van. Úgyhogy, nem tudom. De még így konkrétan így nem próbáltam. Mi Gergő? Én nem gondolkoztam ezen szinkron. De ugyanis, hogy én is szinkronizáltam valamit valamikor. Lehet. Mert néha elvitt minket apa szinkronba magával. Hát igen, hogyha betegek voltunk, vagy csak úgy, nem tudom, akkor így volt, hogy elvitt, és akkor hújt a gyerek, van egy, fel kéne gyorsan mondani egy mondatot, akkor volt, igen. Egyszer kint is beteg voltam, és kint kellett ülnem szerintem 3 órát a stúdió előtt, mert egy ilyen valami zombis, vagy nem tudom, valami horrorfilm volt, és akkor mondta, hogy hát ezt nem nézhetem. És akkor ott kint ültem, és akkor vártam, de aztán végül lehet, hogy jobb is, hogy nem láttam azt a filmet. Én jártam egy színjátszó szakkörre még általános iskolában, de egyébként maga, tehát volt, hogy csináltuk egy darabot, azt nem annyira élveztem, én az ilyen imprós játékokat szerettem, amiket így évközben csináltunk. Egyébként olyan furcsa, hogy úgy tudom, hogy nem vagyok jó benne, vagy hogy így nem érzem magam jó benne. Tehát, hogy élvezem csinálni, de hogy úgy, ha kívülről látnám, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy ez nem jó, úgyhogy nem az én, tehát én nem vagyok ez a szereplős típus, inkább a Geri szerintem. Hát én elképesztő tehetséges vagyok. Szemmel láthatom. És nagyon szerény. Igen. A tömören a lényege az, hogy én milliárdos szeretnék lenni. Igen. És ez a színészete nem annyira megoldható. Hát vannak komoly szerződések, amivel nagy pénzt lehet keresni. Jó, de ez nem az a nagy pénz, amire én vágyom. Ja, értem. És akkor mik a terveid? Hát ezt nem fogom megosztani a külvilággal. Aha. Azért nekem még addig van pár évem, és ezt simán addigra ellophatják a masterplanemet. Láttam a fényképeket, amiket küldtél, és van egy gyönyörű esküvői összeállítás benne, hogy hol készültek azok a képek? Kérlek szépen, az a Gödöllői Egyetem rózsakertjében készült az a fotósorozat, vagy egy része. A csúcs az volt, hogy elindultunk fotózkodni, mikor is a Roli édesapja az általa erre a célra, tehát esküvői szállítás céljára kölcsönkért S40-es Volvo automata ablakát ráhúzta a jobb kezemre, tehát gyakorlatilag. Majd a bal kezemre valahogy rácsapódott az ajtó, tehát én ilyen feltölt lábba két béna kézzel testem a fotózásra, és mondta a Roli a fotósnak, hogy ilyen mohás fa körül, hogy kezdjünk el pajkosan kergetőzni, emlékszem, ez volt az instrukció. És akkor így pajkosan kergetőztünk, a Roli végighúzta irreálisan nagy kosaras tenyerét az egy a fatörzsön, majd a következő instrukció az volt, és most ölejétek el egymást, át egymást. És akkor megfogott engem, és akkor az a 10 ujja, az a mohány zöld 10 ujja, az így itt maradt az esküvőruhámon. És akkor így mondtam, hogy hát most akkor így a dugámba dőlök, tehát ott van több mint 300 ember, aki arra vár, hogy megérkezik a gyönyörű ifjú pár. És akkor itt van az Ara, aki egy szétben cipzárban, tehát mint akit a manók közül szedtek ki a mohából, feltört lábbal és két béna kézzel meg fog érkezni a szertartásra, de legalább jó színe van. De mindegy, ez természetesen mind megoldódott, és egy ilyen nagyon, nagyon emlékezetes, nagyon jó buli volt az esküvők, ott készültek ezek a fotók vidéken.